Díszvetítést tartott honfoglalás című darabjából a Magyar Lovas Színház október 17-én. A vetítésre a város előjáróit, a színház partnereit, művészeit és szakmai gárdáját invitálták. A honfoglalás című rockopera nem új keletű a Lovas Színház palettáján, 2 évvel ezelőtt is játszották. Nyáron, ugye a nemzeti ünnep alkalmából augusztus 20-án egy teljesen új rendezésben, Dezsi György rendezésében adtuk elő a honfoglalás című rockoperát. Voltak benne új szereplők is a vezérek között, de voltak régi arcok is, ugye egy kisebb átalakuláson ment keresztül a Lovas Színház az idén, úgyhogy egy picit új a társulat, de én úgy érzem, hogy egy nagyon jó kis csapat alakult ki. Készült már egy másik felvétel is a 2 évvel ezelőtti évben, akkor azt az M1 le is vetítette augusztus 20-án, de én most nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz kívülről így. Ugye egészen más volt a rendezés, más volt az elképzelése a rendező úrnak, és én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez most így milyen lesz kívülről, mert ugye az ember, hogyha benne van a darabban, egészen másképp látja az egészet, mint hogyha kívülről nézi. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok. A Lovas Színház berkeiben a népes tömeget alkotó statiszta gárda is kicserélődött, jelenleg a Madách Színház musical stúdiósaival működnek együtt. A vezérek között is nagyon sok új arc megjelent, ott van például Merán Bálint, Kurkó Józsi, Sándor Dávid, ők ugye más színházaknál is játszanak. Akkor Réka szerepét Bucsi Anna Mária játszotta el, akkor a Táltos szerepét Derzsi György játszott el, ugye Álmos szerepében Olá Sándor volt, és ugye Árpád szerepében Vadkerti Imre. Levente és Hajnal szerepében, Leventében Balogh Gábor, ugye Nyíregyházi Színháznak volt az osztopos tagja nagyon sokáig, és Hajnal szerepét pedig egy Madách stúdiós, musical stúdiós lány, Pászti Viktória játszott elő, nagyon-nagyon ügyesen lovagol, és gyönyörű hangja van neki, és szerintem nagyon-nagyon jól megoldotta ezt a szerepet. Fehér Nóra a Besenyő lány szerepét játszotta, a Kormorán együttes énekesnője is oszlopos tagja a Lovas Színháznak. Az első nyitó darab a János Vitéz volt, ahol a Balogh Gábor volt a János Vitéz, és én pedig Iluskát alakíthattam. Valamint ugye a következő darab az pedig az Utolsó betyár volt, ott Borbély Ricsivel, Borbély Rihárddal játszottam közösen, voltam a szerelme Rozi, úgyhogy igazából itt egyik főszerep a másik főszerep után jött, úgyhogy én nagyon örülök, hogy Attiláék így bizalmat szavaztak nekem is, attól függetlenül, hogy nem vagyok tanult színész, hanem inkább énekesnőnek mondom magam ugye a Kormorán kapcsán is, hogy ilyen bizalmat szavaztak nekem, hogy mernek főbb szerepeket adni nekem. Én pedig igyekszem helytállni. A művészeti társulat vezetői és színészei is azt remélik, hogy az új rendezésben elkészült honfoglalást a Magyar Televízió a vetítendő produkciók palettájára tűzi, hogy az is láthassa, aki az előadásokon nem tudott részt venni.